Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 19-éig. Először is megnézzük a hétfői napot, ami itt látható. Hétfőn a hold uralkodik. És kíváncsi vagyok, hogy mit mutat a kártya, mi történik hétfőn. Itt a halak jelentik az anyagiakat. Ez lehet kiadás, de lehet bevétel is. Figyelj oda az anyagi helyzetre, a pénzügyi dolgokra. Ez összefüggésben áll a munkával meg a hivatással, ott is lehetnek változások. Ami a párkapcsolatot illeti, a halak gyakran jelentik az értékeket. Hogy te értékes vagy számára, vagy légy tudatában azzal, hogy te értékes vagy. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, az itt látható. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Az utak. Ezek jelenthetnek egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik. A halakkal együtt azt is jelenthetik a kártyák, hogy a pénz útban van hozzád. Az utak jelentik a döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, vagy őhoz döntéseket. Szerdán Merkur bolygó uralkodik, ami itt látható, és megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt megjelenik a kígyó. Ez jelentheti a gyógyító erőt. Vagy, hogy ezen a területen dolgozol, és lesz egy munkahelyi változás, és döntések előtt állsz. Itt az utak meg a kígyók jelenthetnek mellékutakat is. Amit a kígyó még szimbolizál, ezek a megújulások. Vagy jelenthet egy hölgyet, aki útban van hozzád, vagy lesz egy találkozás, lehet, hogy itt egy munkahelyi kapcsolatról van szó. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt megjelenik ez a hegy. Ez lehet a hegyvidék is, például egy kirándulás a hegyekbe. De gyakran jelent problémákat. Lehet, hogy emiatt a hölgy miatt vannak nálad munkahelyi problémák, és változtatni szeretnél ezen, hiszen az utak jelentik a döntéseket, és ez lehet egy munkahelyi változás. Az is lehet, hogy ez a hölgy az ő környezetében van, pénzt akar tőle, emiatt nála megjelenik a hegy, és ez jelenti ezeket az akadályokat, a nehézségeket és a problémákat. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, ami itt látható. Ezen a napon van egy Lilith energia, ami aktiválja nálunk az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, de ezúttal messze van tőlünk, és így hat ki ránk. Úgy gondoljuk, hogy ez az álom nem megvalósítható. Az is lehet, hogy van egy elképzelés, és valaki azt mondja nekünk, hogy ne álmodozz, hiszen ebből úgy sem lesz semmi. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a csillagok szerencsét hoznak, tehát bízhatsz ebben az álomban, ebben az elképzelésben, hiszen összhangban van a csillagokkal, minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva, és a csillagok szerencsét hoznak neked.
A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik, ami itt látható. Ezen a napon Vénusz bolygó és Uránusz bolygó együtt hat. Vénusz bolygó jelent bennünket hölgyeket, vagy a szerelmi témákat. És Uránusz bolygó utal különleges eseményekre, vagy egy meglepetésre, egy változásra, valamire, amire nem számítottunk. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a park jelenti a nyilvánosságot. Lehet, hogy összefutunk valakivel a nyilvánosságon, ez a változás, ez a meglepetés, egy pillanat, amire nem is számítottunk. Vagy nálunk hölgyeknél van meg ez a fellépés a nyilvánosságon, ez egy különleges fellépés, lesz egy meglepetés, hiszen Uránusz bolygó is hat, és megkapjuk az elismerést, mások odafigyelnek ránk. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt a hajó jelenti a reményt. Megvan a remény arra, hogy minden jóra forduljon. Persze a hajó jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat is. Vagy valaki meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, te tervezel egy utazást. Itt vannak külföldi kapcsolatok, és gyakran internet kapcsolatok. Amit a hajó még jelenthet, egy belső utat, egy lelki kapcsolatot kettőtök között. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Szuzanna Medici, ott megjelenik naponta a Maja naptár. És én kívánok nektek egy gyönyörű, szépséges hetet, minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!